Gyülekeznek a sportolók a József Attila Művelődési Ház nagytermében. Minden évben február első heteiben rendezi meg a város sport vezetése a DMTK sportbált. Ezen az estén kerülnek díjazásra a szakosztályok legeredményesebb versenyzői, illetve a vándorserleget is ekkor adják át az elmúlt év legjobb sportolójának. Az este nem csak a hivatalos díjátadásokról szól. A Salami Brothers zenéjére minden évben megtelik a táncparkett. A sportolók díjazása és a bálozás mellett a DMTK sportbál szép hagyománya, hogy a szakosztályok értékes tombola felajánlásokkal járulnak hozzá az este színvonalához. Bőséges ajándékkosarak, vásárlási utalványok, tárgynyeremények találnak gazdát a késő este kezdődő tombolahúzáskor. Az este hivatalos része Kulcsár Ferenc DMTK elnök megnyitójával vette kezdetét. Kedves hölgyeim és uraim, jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dunavaszi MTK elnöksége nevében. Köszönöm, hogy idén is ilyen szép számmal eljöttek és megtisztelik rendezvényünket a 2014. évben megrendezésre kerülő sportbál alkalmából. Az Egyesület nagyon szép hagyományával szeretnénk egy kicsit a türelmüket kérni. Szeretnénk idén is a 2013-as évben elért eredmények alapján sportolóinkat köszönteni. A szakosztályok a hagyományoknak megfelelően minden évben megszavazzák, hogy ki az Egyesület és az adott szakosztály legjobb utánpótláskorú, illetőleg felnőtt versenyzője, valamint elnökségi döntés következtében kialakul az, hogy kinyeri az év legjobb csapata, illetőleg legjobb egyéni sportolója címet. A 2013-as teljesítmény alapján az év legjobb csapata az ifjúsági sakkcsapat lett, amelyik országos bajnokságon negyedik helyezést ért el. A csapat tagjai Becskei Zoltán, Markos Zoltán, Bege Áron, Bege Levente, Kökény Norbert, Lengyel Andrea és Bege Áté. Kérem a csapat képviselőjét, hogy vegye át a polgármester úrtól az év csapata vándordíjat. A DMTK legjobb egyéni sportolója díjának az átadására megkérem Hajdú Zsoltot, Dunaraszi Város Oktatási, Művelődési és Sportbizottságának elnökét. És akinek Hajdú Zsolt átadja a megérdemelt díjat, nem más, mint Török Anna, asztali teniszező. Saját nevelésű versenyzőnk, 15 éves kora ellenére a megyei felnőtt csapat tagja immáron 5 éve. A magyar ranglistán felnőttben 137. helyen áll, ifjúsági korcsoportban 45. és serdülő korcsoportban 46. 2013-ban 5-szörös megyebajnok. Török Anna, a DMTK legjobb egyéni sportolója. Gratulálunk, Anna!
3 o'clock, 4 o'clock, crack. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, crack. 19, 11 o'clock, 12 o'clock, crack. We're going to rock around the clock tonight. Put your red legs on, join me on. We'll have some fun while the clock strikes on. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock to go play right. We're going to rock, going to rock around the clock tonight. A hivatalos díjátadások után este 10 óra körül már minden vendég a táncparketten forgolódott. A hangulatra, mint minden évben, most sem lehetett panasz. A DMTK Sportbál az az este, ahol a Város Sport Egyesületének versenyzői, edzői, hozzátartozói egy jó hangulatú estét tölthettek el együtt. A bált jövőre is megrendezik. Jövőre ilyenkor kiderül, ki lesz 2014-ben a város legeredményesebb sportolója. Rock, rock to roll daylight. You're gonna rock, 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 round the clock tonight.